Audio Jungle. Tiszteltel köszöntöm a Pont Televízió nézőit, illetve a Pont Rádió hallgatóit. A mai műsorunk vendége egy hobbi kertész, legalábbis magát így apostrofálja, és ő a paprikákkal foglalkozik, vagy a chili paprikával elsősorban, és ki kell, hogy hangsúlyozzuk, hogy nem a hungarikumnak minősülő szegedi fűszerpaprikáról beszélünk. Lukács Mihály a stúdiónk vendége, és mindjárt el fogja mondani, hogy ő milyen készítményeket állít elő a paprikából, és mióta csinálja ezt. Egy olyan 3-4 éve kezdtem én ezt evel a paprikával foglalkozni. Tévében láttam először a természet csatornán, a Discovery-n, hogy falt fel Amerikába, hogy egy szakács a csípős szószt gázál arcba és gumikesztyűbe csinálta. Na, ez engem megfogott, és mondom, nekem kell ilyen. Erre interneten utána néztem, szerencsére sikerült magot is szerezni, és elkezdtem próbálni hobbi szinten, először 4-5 tővel, hogy tehát ilyen paprikát termelni, hogy nekem kell ilyen, szeretném megkóstolni. Nem akartam elhinni, hogy ez a paprika így mar, de végül tényleg így mar, tehát utólag kiderült, hogy tényleg így mar. Tehát az első lépés az volt, hogy saját termesztés. Saját termesztése, saját fogyasztás. Igen. És hogy abból utána készíts valamilyen a tévében esetleg látott, vagy ahhoz hasonlót készítményt. Igen, ezt próbáltam, meg az ízre voltam kíváncsi. És engem nagyon meglepett az íze, mert nincs semmi köze a magyar fűszerpaprikához, nincs az a fűszerpaprika íz, illata, hanem egy teljesen más, egy karamellás, édeskés, jellegzetes íze van, vannak, tehát rengeteg válfaja van. Azért is hoztam be különböző paprikákat, hogy eznek mind az alakja változik, ugyanúgy, mint a színe, ugyanúgy változik a íze is. Tehát itt láthatjuk az asztalon, és légy szíves, akkor mutasd is fel őket. Tehát vannak ezek a chili paprikák? Ezek a chili paprikák, ebből vannak különböző alakú, meg fajtájú változat, tehát ez például a skorpió paprika, akkor ugyanúgy van a barna változata is, és van sárga változata is volt, nem tudom hova lett, de van üvegbe készítve, tehát sárga paprika kréme is, és teljesen más ízvonal van. Tehát például a piros, egy karamellás ízvonal, míg a barnában már egy ilyen magyarós, tehát volt olyan ember, aki megkóstolta, és azt mondta neki, hogy a piros jobban ízlik, mert a barnában ne rakjak csokoládét. Mondom, hogy nincs benne csokoládé, maga a barna a paprika, és maga az íz, amit képvisel, az egy ilyen magyarós, karamellás íz képvisel a paprika. És tehát megosztotta már tehát a két chili is az embert. Ezekben az üvegcsékben, amiket itt látunk az asztalon, ezekben olyan paprikából készült kis érdekes pikáns készítmények vannak, amelyeket a te kertedben termelt chili paprikából készítettél. Nyilván egyfajta kutatómunkát igényelt a televíziós műsoron kívül is ezeknek a kis pikáns szószoknak, nem tudom, minek nevezhetjük ezt pontosan, az elkészítése. Milyen szakirodalmat használtál, vagy esetleg milyen úton, módon tájékozottál még a Discovery-s műsoron kívül? Maga az internet, tehát az interneten utána néztem, és mihelyt én ezt elkezdtem termelni, és haveri társaságban elkezdődött a termék kóstolása, rádöbbentem, hogy Mezőtúron elég nagy társaság van, aki kapszai cím függőek vagyunk, tehát van elég sok függő ember itt Mezőtúron, és egymás között elkezdtünk beszélgetni, magot cserélni, és így próbáltuk javítani egymásnak a hibáit. Uh-huh. Felkerestem kertészt, kérdeztem kertészektől, hogy ilyen problémám van, mit csináljak, hogy próbáljam, uh-huh. Akkor a talaj minőséget, tehát én cserébe termelem, tehát hogy a cserébe, hogy kavarjam össze a virágföldet, mivel, hogy maga a tápanyag fölvétele a paprikának, hogy működik, akkor az, hogy a
talajnak a víztartó képességét javítsam. Tehát ezeket mind segítséget tettek, maga egymáson segítettünk, és megpróbáltam szakembereket is megkérdezni, mert még mai napig én hobbi szinten csinálom, hát úgy néz ki, hogy kezdik kifejlődni magát, tehát több tavaly még 30 tövem volt, idén már 100 tővel próbálkoztam, mert megpróbálom kiváltani rá, tehát a kistermelőt és az őstermelői engedélyt. Hogy utána kereskedik? Igen, mert van rá igény. Tehát kerestek meg emberek, hogy kellene nekik, és lenne rá igény. Tehát tudnék-e nekik ezt előállítani és szállítani. Tehát úgy érzed, hogy van rá kereslet. Van rá kereslet. Minden ilyen exkluzív termékre. Igen. Itt mezőtúron is, és Magyarországon is. Hiába ugye mi a magyar fűszerpaprika hazája vagyunk, ugye értelemszerűen, és ugye említetted, hogy az íze is azért másabb ennek. Mégis azt gondolod, vagy úgy látod, hogy ennek a paprikának is, paprikaféleségnek is, és az ebből készült kis hát szószoknak is van kereslete. Kapszaicinről beszéltünk az elég, ugye a kapszaicin egy kémiai anyag, amely minden hát fűszerpaprikában benne van. Benne. Ugye ez okozza a csípős ízt gyakorlatilag az ember szájában. Igen. De említetted nekem egy adáson kívül, hogy az általad készített paprikás készítmények mégis valahogy máshogyan csípnek, mint a magyar fűszerpaprika. Mit értettél ez alatt? Tehát míg a magyar paprika az csíp és mar, valahogy tehát eleve nem úgy csíp, mint a magyar paprika, hogy beveszik a szánkba, és azonnal mar. De egy bizonyos idő eltelik, tehát egy 10-15 másodperc kell neki, hogy hat. Uh-huh. És utána robban. Tehát fokozatosan, hatványosan robban, és majdnem, hogy ahogy jött, majdnem úgy el is megy. Tehát a csípése. De például nagy tévhit, sokan vizet isznak rá. Aha. Tehát például a víz az maga még már eleve rosszabb, mert hogy mivel hogy a víz az poláris a kémiai úton, ez meg a olajból oldódik, tehát a poláris. Ez olyan, nem oldódik a vízben. Nem oldódik a vízben, ez olyan, mintha egy pohár vízre rakunk egy csepp olajat, és megpróbáljuk feloldani, és szétfut. Tehát egyből, ahogy a vizet iszunk, a erős paprikára egyből szétfut a szánkba, és akkor minden egyes fájdalom és hőreceptor ott, ami stimulál a kapszaicin, az mind rögtön még jobban érezzük. Ezt tanúsítom egyébként, tehát megkóstoltam, majd mindjárt beszélünk arról a konkrét termékről is, amit megkóstoltam, és valóban hát egy nem is tudom, egy fogpiszkáló hegyére helyeztél, épp hogy csak megszínezte a fogpiszkálót is. Valóban néhány másodperc múlva intenzív csípős ízt éreztem. És te is kimentél egyből a büfébe ásványvízért, amivel rossz ízé? Kimentem a büfébe ásványvízért, nem mondjuk nyilván a márkáját. Igen. De nem, tehát attól nyilván nem lett jobb, meg kellett várni azt az időt, ami alatt ugye elmúlt gyakorlatilag a hatás. Tehát maga a erős paprikának a ellenszere az a tej. A tejbe és a tejtermékekben van egy protein, ami ezt a kötődést, amivel a receptorok, tehát a fájdalom és hőreceptorokhoz kapcsolódik ez a kapszaicin, ezt oldja, és körbezárja, tehát semlegesíti, és ezért inkább azt javaslom, ha valaki erős paprikával így találkozik, az tej, fagylalt és tejtermék, tehát bármilyen tejtermékkel próbálja semlegesíteni, mert hát a víz az nem. Hát, de hogyha valaki olyan ételt teszik, amelyben szerepel ez az erős paprika, mondjuk nem illik hozzá a tej. Hát igen, mert de... harmonizál, akkor azért az úgy igen, érdekes, akkor túl kell élnie. Tehát igen. Megfelelő adagba kell ugye helyezni a paprikát magába az ételbe, hogy ne robbanjon szét a szájüreg. Például jártam úgy, hogy egyik kollégámnak adtam paprikát, szerette volna megkóstolni, és belerakta babgulyásba. Uh-huh. És másnap, mikor újra melegítették, azt hitték, hogy megromlott. Uh-huh. Mert maga ennek a paprikának egy olyan jellegzetes, aromás illata és íze van, hogy ő még evel nem találkozott. És mikor másodjára melegítették a babgulyást, akkor hozta ki azt az íz és illat anyagát, hogy ő azt hitte, hogy megváltozott, hogy mivel hogy megváltozott a ételnek a aromája, ő azt hitte, megromlott. Uh-huh. És utána, tehát
hozzászokott, tehát egy teljesen más világ ez a, tehát az, maga az a chili egy teljesen más világ, tehát egy teljesen más ízt várjunk tőle, ezt vagy valaki szereti, vagy valaki nem szereti. Tehát ez nagyon megosztó, mert nagyon sok ismerősöm van, aki már kóstolta, és van, aki azt mondta, hogy ő marad a magyar megszokott erős paprikánál, mert neki annyira megváltoztatja ízét mind a pörköltnek, vagy ételnek, amit eszik. De van, aki például nagyon megszerette, és mai napig kér, és adok. Kijelenthető, hogy a magyar fűszer paprikánál erősebb? Csípősebb? Igen, igen, tehát százszor. Tehát maga a számok, tehát maga a Scoville fok, amivel a paprika erősségét mérik, tehát a magyar erős paprikánál ilyen 5-10 ezer a Scoville fok, ezek ilyen milliós fölöttiek, vagy 2 milliós paprikák is vannak már. Most a világ legerősebb paprikája 2 millió fölött van, de maga az a Scoville fok is, tehát maga az a Scoville skála, ami föl van állítva, ezt is általában úgy állítják be, hogy mondjuk van, tehát mondjuk a Skorpiónál, vagy bármelyiknél, hogy 1.500.000-tól 1.800.000. Tehát paprika fajták. Paprika fajták, tehát 1.500.000-tól mondjuk 1.800.000-ig, mert nagyon, tehát a maga a kapszaicin ez a koncentrációt? Igen, ez a koncentrációt, ez attól is függ, a maga termesztéstől. Igen, ez maga a termesztéstől is függ. Tehát, hogy most abban milyen hőmérsékleten volt, milyen napfény, mennyi napfényt kapott, mennyi vizet, és ettől mind függ, hogy a paprika milyen erős. Ezért nem lehet behatárolni például azt, hogy ez a paprikának ennyi a Scoville fokon, ennyi a értéke, mert ez a termesztéstől, tehát például a Trinidad Scorpio is, az egy ausztrál paprika, tehát azt a éghalatot mi itt nem tudjuk biztosítani. Például én is azért foglalkozok főként Seven Pot paprikával, mellette még azért van mindig másfajta paprikáim is, mert erre az éghajlatra ő az, ami annyira nem igényes, és így megfelelő terméshozamot azért hoz. Tehát többet tudok termelni rajta, és ugyanúgy mar. Tehát én azt mondom, hogy az első, a világranglistán, ami az első 10-ben benne van, az teljesen mindegy, hogy melyiket kóstoljuk, mert mind nagyon mar. Tehát, tehát nagyon sokan nem tudják elképzelni, hogy ez mennyire erős. Tehát sokan van az, amikor, tehát én úgy szoktam adni mindenkinek egy ilyen kis üveggel, hogy én előtte fogpiszkálóval, úgy, ahogy te is megkóstoltad, kóstolja meg. Mert ez nem vicc. Tehát én úgy szoktam mondani, hogy ez a paprika nem a vicc kategóriába tartozik, mert... Nem kap nevető görcsöt. Igen, tehát aki... A mokkás kanállal. Igen. És nem vicc. Belőle. Tehát én is otthon, mikor csinálom ezeket a készítményeket, akkor rögtön mindent belerakok a... Tehát ahogy befejezt, egy az gumikesztyű. Tehát gumikesztyűbe dolgozok, és egyből, amikor befejeztem a munkát, amivel dolgoztam, azt azonnal be a mosogatógépbe. Tehát nem is mosogató, egyből mosogatógépbe, hogy még egyszer meg ne kelljen fogni. Mert ez egy viccet tud csinálni, mikor az ember kezén rajta marad, megdörzsöli a szemét, vagy az orrát, vagy bármilyen helyre nyúl, amit, tehát nem vicc. Számtalan kérdés felvetődő benne most egyébként. Próbálom sorba rakni, hogy legyen egy kis tematikája a beszélgetésünknek. Tehát előttünk vannak üvegcsék, és benne különböző elnevezésű paprika készítmények, amelyeket te készítettél. Itt túri tüzes áront látok, illetve látok túri erős marcit, de látok különböző színűeket. Tehát mindjárt visszatérünk majd erre a témára, hogy az adagolást tekintve egy-egy ételnél hogy érdemes kalkulálni. De először is beszéljünk ezekről a fantázia nevekről, hogy miért pont túri tüzes áron, illetve túri erős marci, és hát egyáltalán ízvilágát tekintve, vagy minőségét tekintve mi a különbség ezek? Ahhoz képest, hogy Mezőtúr egy kisváros. Tehát én szeretném reklámozni Mezőtúrt, tehát én 46 éve Mezőtúri lakos vagyok, én szeretek is Mezőtúron lakni, és emiatt szerettem volna belerakni a Mezőtúr nevét. Akkor van két fiam, az egyik Marci, a másik Áron. Tehát így már akkor meg is van. Teljesen logikus. Akkor ráadásul van egy, a nagyobbik fiam, az 9 éves kora óta jár főzőversenyekre, itt Mezőtúri rendezvényekre, őszülőn kezdte, utána túri vásár, és maga mivel, hogy ő is kapcsolódott a főzéshez, így először, amit készítettem, paprikakrémet, ez volt az első dolog, így ő kaptam a Marci nevet, és
felkértek ismerősök, hogy próbáljak már meg valami olyasmi terméket is csinálni, mivel jobban kiadja az aromáját, adagolhatóbb, mert azért ebből, ha megkóstolja valaki, tehát fogpiszkáló heggyel azért elég nehéz rakni egy... A túri erős marcia a legerősebb közül. Itt azért vannak különböző fajták. Én általában a pirosat, pirosból van több. Mi a különbség egyébként? Egy, amiről már beszéltem, az íz, a másik az erősség. Tehát általában a barnább az mindig erősebb. Uh-huh. Tehát majdnem minden fajtánál a barnább az mindig erősebb, a sárgább mindig gyengébb. Tehát körülbelül a rangista is úgy van, hogy akkor a fentről kezdjük, akkor a barna, az első, utána a piros és a sárga. Ezek a tüze, erős marci termékek. Erős marci termékek, és maga a paprika fajtákva is. A olaj, ez olívóolaj, és ebbe van örlemény áztatva. Értem. És ez, amit azt mondom, hogy ez adagolható változat. Tehát ezt simán meg lehet kóstolni úgy, hogy a ujjára rácseppenti az ember, és nem marja szét a száját, lehet érezni az ízt, az aromát. Tehát a túri tüzes áron egy olaj. Olaj. Amit kezdőknek ajánlasz elsősorban? Nem kezdőknek, mert azért a erős... paprika fogyasztóknak. Nem tudom, lehet-e a rádióba említeni, de a erős Pistánál azért, tehát azért versenyben van az erős Pistával, de azt merem mondani, hogy adagolható változat, és a másik, ami előnye, nem lehet vele elsózni az ételt. Mivel a nagyon sok paprika készítmény sóval van tartósítva, még az enyém is sóval van tartósítva, de vannak olyan paprika készítmények, hogy annyit kell belerakni, hogy az embernek erős legyen, hogy egybe is sózzuk az ételt. Ezekkel a paprikákkal nem, tehát ezzel a készítményeket nem lehet elsózni az ételt, mert nem kell egy akkora mennyiség bele. Én már úgy nagyjából kikísérleteztem, egy 5 literes öntvény lábasra, amikor főzök, pörköltet, 2 gyufás méregnyi paprika elég bele, úgy, hogy még a gyerekek is tudják enni. De általában onnastól kezdve bármelyik mennyiség, tehát nem, tehát vigyázni kell vele. Azért is kértek meg, hogy csináljak adagolható változatot, mert még a másik paprika készítménye el lehet sózni az ételt, hát ezzel meg át lehet lépni a erőség túloldalára, hogy nem biztos, hogy mindenki megeszi azt a nagy mennyiségét. Nagyon örülök neki, hogy említetted az erős Pistát. És hiszen egy nagyon népszerű paprika termékről van szó, amely a magyar paprikából készül, és nagyon sokan ismerik. Épp ezért népszerű, ugye, és szeretik is. Talán, hogyha viszonyítjuk az erős Pistához a te termékeidet, akkor úgy szélesebb képet kapnak a hallgatók, a nézők abban a tekintetben, hogy mit képzeljenek el íz szempontjából. Tehát az erős Pistához képest az íze mennyiben tér el a te paprika készítményeidnek, és az erősségét illetően tehát milyen különbség van, milyen nagyságrendbeli különbség van? Az erősségét azt nyugodtan merem mondani, hogy 100-szor. Aha. Tehát maga a túri erős marci, a paprika krém az 100-szor. Ő, a olaj, az már nem annyira. Tehát ő az a erős Pista féle csípősségre gondoljunk, egy picivel erősebb. A íz, amit mondtam, ez a édeskés. Uh-huh. Tehát én nekem van ismerősöm, aki ugyanígy kistermelő, ő például a süteménybe, perecbe rakja bele az erős paprikát, és ez az édeskés íz, ez nagyon jó bele. De például hallottunk, hogy maga az amiatt, hogy a csili is édes, sokan meggyártják is, vannak csípős csokik. Igen, ezt ismerjük. Csilis csokik vannak, és eleve, tehát ott, ha valaki megkóstol egy csilis csokit, nem érzi a fűszerpaprika. Tehát ami nálunk van fűszerpaprika, amit már mondtam, nincs az a fűszerpaprika íz. Tehát ennek a paprikának Az a másik eltérő a csípésége véget, hogy nincs, tehát nem fogjuk érezni azt a fűszer paprikának azt az ízét. Tehát maga édességekbe is simán el lehet rakni. Azért is kértek meg, tehát most megkérte egyik ismerős, hogy csináljak már egy olyan krémet, ami sokkal jobban adagolható, mint ez, és most próbálkoztam én is, és nem fűszer paprikába rakom bele kísérletképpen, uh-huh, ezt a paprikát, hanem én is édes paprikával, tehát vitamin paprikával próbálom hígítani,
hogy gyakorlatilag adagolható változat legyen, mert maga az édes íz, tehát meg akarom tartani ezt az édeskés karamellás ízét, meg akarom tartani a paprikának. És nem akarok a só fele menni. Értem, értem. És logikusan hangzik abszolút. És akkor térjünk vissza az ételekhez, hogy mely ételekhez ajánlod a te készítményeidet, és milyen adagban? Akkor beszéljünk, hát nyilván ecsényi ételhez képest milyen ecsényi, mondjuk erős marcit javasolsz? Hát először, milyen ételekhez javaslod? Nagyon sokan, akik kipróbálták, nagyon sokan szeretik például levesekbe. Tehát ott levesbe könnyen feloldódik, az a kis mennyiség is. Általában, akivel én beszéltem, aki már próbáltam, meg kért, tehát én mindig tehát szeretem a kritikát. Én nagyon szeretem, hogyha valakinek adok valamit, és próbálja ki, kóstolja meg, és mondja el. Tehát ha az ember nem kap kritikát, akkor nem tud rajta változtatni. Tehát én mindig azt mondom, hogy mondják el nyugodtan, hogy mi nem tetszik benne. Ha úgy érzem, hogy változtassak rajta, akkor változtatok. Tehát szeretem a kritikát. Tehát én abból tanulok. És azért is csináltam az olajat, a adagolható változatot, mert például ez az erős marci pörköltekbe nagyon nehéz homogénen elkeverni. Uh-huh. Tehát mikor belerakja az ember, tehát ha nem főzéskor rakja bele az ember, uh-huh. tehát maga főzéskor, ha belerakod, akkor homogén lesz. Mert maga egy nemű lesz az egész, mert szétfő, szétjön. És meg is kijön az aroma, minden. De magába, hogyha pörköltet kiszedi az ember tányérba, és úgy próbál hozzárakni erős marcit, nem biztos, hogy el tudja keverni homogénen. Tehát nem biztos, hogy minden kanálban lesz. Tehát azt javaslod, hogy főzéskor... Főzéskor, igen, el. Általában főzéskor, megfelelő mennyiségbe rakja hozzá az ember, úgyhogy gyerek is tudja enni. Tehát vagy, akkor vagy attól függ, hogy milyen társaság van, tehát aha. milyen társaságban készül. És nagyon fura dolog, ezt napokban egy pár hónapja tudom, hogy ezt hozzá lehet szokni. Tehát maga a szervezet ugyanúgy, mint ahogy a méhészeknél. Tehát a méhész az kijár, kaptárt takarítani minden, és megcsípi a méh. Engem, ha megcsíp a méhecske, bedagad a kezem. A méhész már nem dagad be. Tehát hozzászokott a méreg anyaghoz a szervezet. Na, és nincs az a túlreagálás. Na most ugyanez van a paprikánál is, hogy az ember egy idő után hozzá tud szokni. Tehát azért mondják is, hogy kapszacin függőek is tudunk lenni. Uh-huh. Tehát maga egy idő után ehetjük, és nem mar annyira. Tehát nem, van, tehát, tehát nem fogja... Nem, a nem hatás elvállal, kevésbé, kevésbé fejti ki, azt igen. mint először. Én például itt mezőtúron találkoztam, ide egy két, hát maximum három emberrel találkoztam, ami nekem is meglepődést okozott, mert például volt ennek a paprikának két változata is, hogy aki megpróbálta megenni, gyomorgörcs, és mellette még utána vissza is jött a paprika, de láttam olyan embert, aki simán megette, és semmi problémája nem volt. Uh-huh. Tehát ideig még mezőtúron két-három embert láttam, meg találkoztam, aki annyira paprika erős paprika függő, hogy mondtam, tehát például egy két hete vittem valakinek kóstolva egy pirosat, és simán úgy, ahogy mi szoktuk magyarok, újjal. És mondom, nem lesz sok? Azt mondja, nem. És láttam, tehát azért látja az ember a hatást, hogy most tényleg most csak ráfogja. Igen, most csak ráfogja, hogy hát én bírom, vagy tehát a bátorság szól belőle, de amúgy meg belülről már kezd összeomlani. De nem. Tehát ez tényleg így megkóstolt, és mondtam neki, hogy ne haragudjon, akkor most hazamegyek, és önnek hozok mindjárt egy másikat, egy barnát, és kóstolja már meg azt, mert az a barna erősebb, igaz, hogy más íz. És mondta, hogy nagyon jó. Tehát ízlik is neki a paprika, nagyon jó termék lesz belőle, és neki ezt kell. Mert kevés olyan paprika van, ami tényleg őt megfelelő, tehát hogy megfelelő csípősége megvan. Mondjuk valaki sertéspörköltöz kívánja használni. Mondjuk egy fél kiló húsból készült sertéspörkölthöz. Mondod, hogy főzéskor érdemes beletenni, mennyit tegyen bele? Hát mondjuk a barnából. Én azt javaslom neki, hogy ez mind, tehát így adagot nem lehet megmondani. Uh-huh. Mindenkinek szájíze van. Aha. Na most kezdj el kis mennyiségbe. Tehát tartsa be a fokozatosságot, mert tehát ez amit mondtam, hogy nem a vicc kategóriába tartozó paprika.
Tehát itt rövid időn belül, tehát kis mennyiséggel ehetetlenné lehet tenni a ételt. Már vannak, tehát vannak ennek a egy év, másfél év mióta úgy jobban foglalkozok és próbálkozok előállítani valami terméket belőle, úgyhogy eladható legyen, tehát mert ha van rá igény, haverok mondták, hogy kell, megcsináljam. És már most jönnek történetek, sztorik, hogy figyelj, elmentem szántani egy vállalkozó családhoz, kiraktam a paprikát, kiszedte az idős néni kiszedte a levest, és mondtam neki, hogy ne tessék annyit rakni, de ő bírja az erőset, ne tessék annyit belerakni, de ő bírja az erőset, belerakta az erőset, megkóstolta, bejött a párja, megfelezték a levest, mert nem bírta megenni, megfelezték a levest, szedtek hozzá még levest, hogy majd hígítják, és még így is ki kellett önteni, mert nem bírták megenni. Tehát én azt mondom, hogy tehát úgy nem lehet megmondani, hogy ki mennyit rakjon bele, tehát a mennyiséget, a fokozatosság elvét nagyon be kell tartani. Tehát inkább nála. Először legyen igen, kevésbé. Tehát inkább markás, fogalmazzunk így. Inkább többször rakjon bele, mert elvenni nem lehet belőle. Tehát vegyi fegyverként funkcionál különben. Igen. Vannak olyan ismerőseim, akik próbálkoznak, mert van ennek... tehát porváltozata is. Tehát én őt nem, tehát port nem szoktam úgy csak ajándékozni egy-két emberkének, mert az még veszélyesebb. Maga az őrölt változata még ennél is rosszabb. És ugyanilyen kis üvegbe szoktam egy vagy két kávéskanálnyit rakni, és akkor na, vigyétek, kóstoljátok, teszteljétek. És volt már olyan, hogy megrázzák az üveget, leül vissza a paprika, szépen letekeri a tetejét, így egy picit ráfúj vissza, és itt ebbe a helyiségbe tüsszölnék. Hát tehát annyira, akkor... tehát erős, tehát ismerős, tehát itt már mezőtúron, haveritárságban, ha visz, tehát szerintem egy-két ember biztos találkozol olyannal, ha elmész egy társaságba, és akkor viszel egy ilyen üveget, nekem is van, kóstoltam már, nem kell, köszönöm, tartjuk. Nem tudom, Mihály, paprika pálinkát kóstoltál már-e? Mert van ilyen, hogy paprika pálinka. Vajon ebből a te által van már ehhez is. Van a már. Természet paprikából megérje, vagy lehet-e készíteni? Van Békés Csabán, Békés vasútnál dolgozok a Márnál, és a Békés Csabai blokkmesternek az is függ a paprikáktól, és vittem neki paprikát is, meg, tehát cseréget, tehát ugyanúgy, hogy mezőtúron nagyon sokan vagyunk. Tehát nem én vagyok egyedüli ember, aki ebben foglalkozik, tehát vagyunk nagyon sokan, akik szeretjük, 4-5-ével termesztik, én is szoktam adni palántát embereknek, és vittem neki paprikát. És ő csinált belőle paprika pálinkát, és bevitte Tamás napra a pálinkát a céghez, hogy majd munkaidő végeztével megkóstolják, és volt, tehát körülbelül két ember itta meg a pálinkát, és a többiek fogták és köntötték a mosdóba. Tehát nem bírták meginni, tehát elég. Tehát csak óvatosan. Óvatosan. Tehát ez is azt mondom, tehát mind a mérték. Tehát itt ennél, ezeknél a paprikáknál be kell tartani a mértéket. Jó, mindenképpen szeretném, hogyha beszélnék picit a kapszai cínről még, hiszen mostanában sok jó dolgot lehet róla olvasni, és nem is gondolnánk talán, hogy ahelyett mondjuk, hogy a gyomorfekét elősegíti épp ellenkezőleg, tehát emésztő szervi problémák ellen is, vagy azok kezelésére is jó lehet a kapszai cín. Illetve rák megelőző hatásáról is tudunk szívérendszeri problémák esetén hallottam is. Kozmetikai termékként is hallottam már narancsbőr ellen. Láttam már erre felvételt is, hogy volt, aki megpróbálta ilyen paprikakrémet magára kenni, hát csodás kép volt utána, mert eléggé felpirosodott, de tehát nem ezt kéne magára kenni, hanem kozmetikai a termék. A kozmetikumban. Barmal együtt, ahogy csinálj, szakértő, igen. Megcsinált termék. Láttam már a YouTube-on furcsa videókat. Tehát az a lényeg, hogy ne ijedjünk meg ezektől a termékektől, ugyanúgy a magyar fűszer paprikára is vonatkozik ez, tehát ne féljünk attól, hogy ez ártalmas, vagy mondjuk egy refluxosnál még inkább előhozza a betegséget. Én refluxos vagyok. Ráadásul, ugye? Én tudom is, milyen az. Hanem, hogy fogadjuk azt el, vagy hát ha valaki hitetlenkedik, akkor olvasom utána, hogy igenis jótékony hatással bír a kapszai cín.
Igen. És még nyugtató hatása is van, ezt is olvastam. Tehát ezzel talán még inkább népszerűsíteni lehet a te termékeidet is. Hát hiszen gondolom, hogy említetted, hogy a kereskedelem a cél. Igen, a jövőben, szeretném és megpróbálni. Nyilván kísérletezni is szeretnél még. Igen, tehát szeretnék, tehát megpróbálok olyan terméket kipróbálni, tehát mint ahogy van ismerősöm is, aki is perecbe rakta bele a paprikát, tehát én el tudnám képzelni, tehát más kis termelőknél kell közösen, hogy például sajtba, tehát másabb ízvilágot, tehát el tudnám képzelni ezt az édességet, beleviszi az ember a sajtba. Tehát mondom meg, van egy ismerősöm, aki lángos sütődét akar, és ő szeretné is maga ezt az ízvilágot belevinni maga a töltött lángosokba. Igen, tehát mindenképpen van ebben fantázia. Van fantázia. És én még a hobbiként is, de kezdtem, de hát úgy néz ki, hogy kezdik kifejlődni magát. Misi, te egy sokoldalú ember vagy. A mai beszélgetésünk második felében mindenképpen beszélnünk kell egy másik hobbidról, vagy inkább küldetésedről, fogalmazhatunk így. Mi is ez pontosan? Nagyon szeretem a kutyákat. Hát kb. 20 éve kutyázok, és hát én vakvezető kutyákat neveltem Pestre, mivel hogy húgom nekem vak. Társadalmi munkával, tehát én az első kutyám például a fekete német juhász, a mezőtúron közlekedett, elég sokat húgom, az az egyén első kutyám volt. Utána volt több kutyám, hobbi szinten, tanultam itt tanultam, tehát több embertől, és tavaly sikerült, tehát tavaly ismerkedtem meg egy olyan emberrel, aki ezt hivatásszerűen űzte, Domokos Istvánnal, és Domokos István mondta nekem, hogy Jászberényben van egy alapítvány, a Kutyákkal az Életér alapítvány, és mentőkutyáznak. Hogy próbáljuk itt, csináljunk már itt mezőtúrán egy csoportot, próbáljunk meg itt is mentőkutyázni, és így megalakult a mezőtúri csoport, amiben hárman vagyunk, Domokos István, Simon Tibor és én. Van két kutyánk, van egy területkutató kutyánk, az a Domokos Pistié, és van az én kutyám, őt lehet látni többféleképpen, mert én kapcsolatban vagyok Biriszló Zsoltival és a kutyasulival, én kijárok hozzájuk maga a kutyának a szocializálása véget. Ott több kutya van, ha Zsoltinak kell, segítek is maga kiképzésbe, és én így megismerkedtem ezzel a MAN tréninggel. Ami pontosan micsoda? Városi nyomkövetés, tehát személykutatásra alakul. Ez egy újfajta nyomkövetési módszer, amit tanulnak a kutyák, mert a régi rendszer, ez a MAN tracking, ez a, amit a rendőrség is használ, ez a kutya az orrával egy törésvonalat keres, és a láb által hagyott pecsétnyomokat keresi, és ott rákényszerítjük a kutyát a nyomkövetésre, hogy a talajon keresse a nyomkövetést. Na most az a baj ennek a nyomkövetésnek, az a problémája, hogy ezek a nyomok hamar megszűnnek. Tehát az a törésvonalat, emberek minden össze-vissza zavarják, járművek, ilyesmi, és például ez vízen nem tud menni. Tehát maga a víznél meghalt. És ez a MAN tréning, ez körülbelül Magyarországra 10 éve jött, és ez az embert szagát keresi. Tehát fura dolog, az ember egy perc alatt körülbelül 40 ezer darab részecskét dobál el magáról, ez lehet hámsejt, baktérium, izzadságcsepp, tehát ami az embernek ugyanúgy, mint az ujjlenyomat, egyedi. És a kutya ezt a felhőt keresi. Értem. Ez a felhő először fölfele száll, és utána ez szépen száll lefele, ez lerakódik tereptárgyakra. Kőre, padra, tehát bármilyen tereptárgyra lerakodik, és a kutya ezt keresi. Fura dolog, mert van, mikor a kutya nem is azon a, nem a nyom, az ember nyomán megy, hanem az ember szagán. Tehát van, mikor arrébb, tehát nem is azon a nyomvonalon megy, ahol az ember közlekedett,
hanem arrébb 2-3 méteren, oda fújt el a szagot, ott pakolta le, oda arra a tereptájra került le, és én ezt követi a kutya, és úgynevezett légszimaton megy a kutya. Tehát az én kutyámon is nagyon sokat lehet látni, hogy a talajon keresi a nyomokat, ha nem találja, fölemeli a fejét, és ott keresi tovább a szagot. És tehát ezt a Domokos Pistivel tavaly, mi ezt ilyen autodidakta módon kezdtük el tanulni. Én nekem, amikor én azt sem tudtam, hogy mi ez. És akkor elkezdtünk interneten itt-ott utána nézni, Pisti is a maga azért szakmai múltja van, és elkezdtük próbálkozni. Tehát ő inspirált téged? Igen, ő inspirált engem. Ötletgazda ő volt. Ötletgazda ő volt. Én azt sem tudtam, mi ez. Hát csináljuk, próbáljuk. És idén februárban volt Budapesten egy Mantraining Akadémiának, akik majd ők is vizsgáztatnak kutyákat, volt egy szemináriumuk. Mondom, én úgy döntöttem, hogy fölmegyek. Fiammal fölmentünk, szépen kutyát beraktuk, szerencsére. Délelőttön volt ilyen elméleti oktatás, délután meg nyomkövetés volt, mit tud a kutya, fölmérték, hibánkat elmondták, ilyesmi, és akkor én a szeminárom végeztével oda mentem a Gránis Csabához, a maga Mantraining Akadémiának a vezetőjéhez, hogy ez jó, hogy évente van egyszer egy szeminárium, de hogy lehetne ezt tovább gyakorolni? Havonta egyszer, vagy kétszer? És akkor Dombvári Zsuzsihoz átküldött, ő a szegedi Mantraining csoportnak a vezetője, és hogy beszéljek, vegyem fel a kapcsolatot Zsuzsival. És szerencsére Zsuzsi nyitott volt, és akkor bevettek a szegedi Mantraining csoportba, és ők minden hónapban általában Kecskeméten csinálnak egy tréningnapot. Ez azért Kecskemét, mert úgy általában Kecskemét úgy középtájon van. Tehát a pestieknek, debrecedieknek, szegedieknek, nekem is olyan 100 kilométer körül van, és havonta egyszer akkor oda járunk tréningezni, és akkor általában mindig tanulunk egy új dolgot, és mindig közlik velünk a kutya hibáit, és következően mit kell kijavítani, mire figyeljünk oda. Például már én nekem nagyon furcsa volt, indítottuk már DNS mintavételezőről a kutyát, én úgy hívom, hogy fültisztító, mert körülbelül mint egy fültisztító, akkor a dologról indítottuk, az volt a szagminta, és úgy kerestük, indítottunk már kocsiülésről a kutyákat. Tehát beültünk a anyósülésre, fölálltunk, elbújtunk, kutya fölvette a szagmintát a kucsiülésről, és úgy keresett meg minket. És nagyon nekem, tehát engem annyira megfogott ez a mantraining, ez a nyomkövetés, hogy merem ajánlani mindenkinek, mert ezt hobbi szinten is lehet csinálni. Nem kell itten rögtön mentőkutyázni, és olyan kapcsolatot alakít ki a kutya és a gazda között, hogy rá kényszerül mind a kutya, mind a gazda, hogy együtt dolgozzunk. És én ezt mostan ságba nagyon nem látom embereknél, hogy tehát tartanak kutyát, és nem felelős kutyatartásként, hanem majdnem divatként. És nem alakul ki a gazda kutya között az a kapcsolat, aminek ki kellene, mert a kutya falkába ér. A kutyatartásnak is többféle indítatás van, tehát kinél ez, kinél az, igen. Nálad. Úgy tűnik, hogy nem elsősorban a hobbi tartás a cél, ugye, legalábbis hát, ez igen. Esetben. Szeretnék, tehát nekem, tehát én azon az elven vagyok, hogyha a kutyámat sikerül levizsgáztatni, igaz, hogy Magyarországon nem kötelező mentőkutyást vizsgáltatni, de én maga cél alapján szeretném levizsgáztatni majd a kutyámat mantrainingből. De ha most azt nézem, hogy a kutyám éljen egy 7-8 évet, de most ha egy a szülőnek véletlenül eltűnt gyerekét vissza tudom már adni, vagy egy gyereknek az idős eltűnt szülőt vissza tudom adni, már megérte. És ha már még eleve, mert eleve ez a kutyázás egy hobbi, mert ez egy hobbi, ebből nem lehet megélni, ebből nem lehet pénzt csinálni. Nem is célom ez. Nem is célom belőle, de ha már tudok rajta valakin segíteni ezzel a dologgal, már megérte. Volt már riasztásunk is, hát bal szerencsére nem úgy sikerült. Tehát az egyik riasztásnál egy öngyilkos lett a hölgy, tehát már eleve
úgy találta meg a búvár, tehát nem, mi is kimentünk segíteni, de nem kellett, a másiknál meg egy idős hölgynél voltunk, kerestünk, de hát akkor a melegbe, meg, tehát azért a kutyával nem tudunk, hogy fejezem már ki magamat, tehát nem tudunk csodát, tehát nem tudunk csodát csinálni. Attól, hogy a kutyának 200-szor jobb az orra szaglása, meg az orra, mint a miénk, nem vagyunk csodákra képesek. Tehát eleve van egy nyomkövető kutyánál, azért ott kell egy kiinduló pont. Rektor. Tehát, hogy megvan a biciklije, ahonnan eltűnt, vagy bármi. De az bármi. Idő telik közben, igen. És az ugyanúgy. Másik, ami dolog az, hogy azért ott peregnek az idők. És azért már, tehát egy kutya azért 10-16 óra az már azért megválaszol. Tehát vannak jó képességű kutyák, de azok már megválaszol. Említetted, hogy a kutyákkal az életért nevű Jászberényi alapítványnak vagy ti is a tagjai. Igen. Ugye? És említetted a riasztást, tehát konkrét eseteket. Engem most az érdekelne, hogy a maga a menete hogy zajlik ennek, tehát hogy kaptok riasztást, mi a lánc, és mik a láncszemek, tehát történik egy eset, akár egy büntény, vagy egy rendőrségi szituáció, hogyan jut el hozzátok a hír, és mikor indultok? A riasztás az úgy történik, hogy tehát elsődlegesen a rendőrség. Tehát mi magunktól sehova nem mehetünk. Tehát általában a rendőrségnél bejelentik, hogy eltűnt személy. A rendőrség betartja a megfelelő jogszabályba előírt időt, mindent. És akkor a rendőrségnek, ahogy én most voltunk, tehát a riasztáson, tehát ebben még azért tanulók vagyunk. Tehát maga a rendőrséggel fölvett szerep, minden. És a rendőrségnél történik egy háttérnyomozás. Tehát és akkor a háttérnyomozás alapján a rendőrség kér fel minket, maga az alapítványt, megvan a telefonszámuk, vagyunk, tehát maga Magyarországon is több ilyen keresőcsoport van, vannak a Baráthegyiek Miskolcról, vagy a Spider, a Mancs, ez ahol volt, tehát ők jobban ismertebbek. Így van, a Mancsot már régóta ismerjük. Igen, a tévéből, meg, tehát van, tehát több ilyen csoport van. Ezeknek a telefonszámaik, elérhetőségeik megvannak a rendőrségen. Ők fölkérik a mi vezetőségénket, és a vezetőség dönti el, hogy maga területhez ki van közelebb, kit tudunk ér rá, kit hogy tudunk riasztani, és mihely, tehát ki tud leghamarabb odaérni. Mert azért itt az idő pereg. Tehát itt a nyomnál azért az idő az nekünk ellenségünk. Tehát minél jobban telik az idő, annál nehezebben tudunk segíteni. Maga a rendőrség munkája, és általában mi a rendőrség munkáját segítjük. Tehát ők kérnek föl rá minket, ez teljesen ingyen, tehát és úgy megyünk, tehát ez egy hivatás. Látom is rajtad egyébként, hogy átéléssel beszélsz erről, nyilván egyfajta humanitárius segítség is az, ami téged vezérel, vagy motivál ilyenkor. Lukács Mihálynak én megköszönöm, hogy eljött ma a stúdióba, és én nagyon remélem, hogy a beszélgetésünk során kiderült, hogy ő mennyire sokoldalú egyéniség. Itt most két arcát ismerhettük meg. Egyik ugye a hobbikertész, másik pedig a mentőkutyás arc és tevékenység. Én azt kérem tőle, hogyha legközelebb hívjuk, ugyanígy jöjjön el és beszéljen egy picit. Szívesen. Hiszen ez a maga a paprika termesztés is nyilván most elindult egy nyomvonalon, fejlődni fog, kísérletezni fogsz, és maga a mentőkutyás alapítvány élete, tevékenysége is. Hát mondjuk reméljük, hogy azért minél kevesebb szükség lesz rátok, de hogyha ott is bármilyen változás, és főleg pozitív változás történik, akkor mindenképpen jelentkezz, jelez nekünk, mi hívni fogunk. Jó, köszönöm. Meg jövök. Ha tudok, akkor jövök szívesen. A kedves televízió nézőknek, illetve rádió hallgatónak megköszönöm, hogy ma is velünk tartottak. Ezt a műsorunkat is, és a többit is a YouTube csatornánkon visszanézhetik. Kérem, tegyék ezt viszontlátásra, viszonthallásra.